Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Tisza-Szent Imre polgármesterasszonyát, Kocúrné Tóth Ibolyát. Köszöntöm, polgármesterasszony, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Üdvözlöm én is, és nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit és a rádió hallgatóit. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadta a település polgársága? A világhálónak, a médiának köszönhetően az emberek sajnos tisztában voltak azzal, hogy a koronavírus járvány elérte Magyarországot, és elérheti Tisza-Szent Imrét és Újszentgyörgyöt is. Azonban az első intézkedéseket természetesen még nem úgy fogadták, mint amikor a drámai képek megjelentek Spanyolországból, Olaszországból. Március 11-e volt az a dátum, amikor én először az önkormányzat Facebookján a lakossághoz szóltam, az operatív törzs első ajánlását figyelembe véve a március 15-i rendezvényekről tájékoztattam a lakosságot, hogy nem tartjuk meg. A másik pedig, a másik információ szintén március 11-én az volt, hogy ha valaki hiteles és naprakész tájékoztatást szeretne a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, akkor tegye ezt az operatív törzs honlapján. Testületünk, a képviselőtestület, az önkormányzat, amikor ez a koronavírus járvány bizony már test közelbe került, három nagyon fontos célt tűzött maga elé. Az egyik a hiteles és naprakész információ, felvilágosítást, hogy mit tegyenek az emberek, hogy el tudjuk kerülni ezt a járványt, meg tudjuk előzni, hogy településünkön ne üsse fel a fejét. Úgy gondolom, magamból indulok ki, hogyha az ember tudja, hogy mi történik vele, mit kell tegyen, azonosulni tud a problémával, ezért nagyon fontosnak tartottam már rögtön az első napon megosztani azt, hogy hova fordulhatnak, mit nézzenek, mit hallgassanak az emberek, ha hitelesen akarnak tájékozódni. A második nagyon fontos feladat az idősekről és azokról gondoskodni, akik a koronavírus járvány miatt majd nehéz helyzetbe kerülnek, és a harmadik volt a biztonságérzetet adni, hogy mindenki érezze, hogy nem maradt egyedül, nincs egyedül, bármilyen problémája van, fordulhat munkatársaimhoz, a hivatal valamennyi dolgozójához, a képviselőtestület valamennyi tagjához, és jó magamhoz. Nos, tehát az első információkat, híreket picit talán azt is mondhattam, hogy úgy távolságtartóan nem érezték még olyan testközelinek, de hogy ez komolyodott, ez a probléma, és láttuk, hogy itt van a közelünkben, egyre fegyelmezettebben viselkednek, betartják a szabályokat, a kereskedelmi egységekben előírt szabályokat, sorban állnak az emberek, maszkban, távolságot tartanak, tartják az együttélés szabályait, saját családtagjaik és embertársaik egészsége védelmében. A kormány intézkedései között talán elsőként szerepelt az, hogy ugye bevezette a digitális oktatást. Hogyan valósul meg ez önöknél? Március 16-án kezdődött a digitális távoktatás. Nagyon kíváncsi voltam erre, és igazgatóasszonytól tájékozottam, hogy hogyan történt itt Tisza-Szent Imrén az áttérés, átállás a digitális távoktatásra. Igazgatóasszony tájékoztatott arról, hogy zökkenőmentesen tudtak átállni a távoktatásra, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szülők maximálisan partnerei voltak, és jelenleg is azok a pedagógusoknak. A kréta iskolai alaprendszert használják,
de ezen túl egyéb digitális segédanyagokat is használnak. Például minden osztály működtet zárt Facebook csoportot, így folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel. Használják a Learning Apps-t, digitális fejlesztő feladatokat tartalmaz a tananyaghoz, ez is egy nagyon jó módszertani segédanyag. Használják az okos dobozt, a videótanárt, videócseten egyéni segítséget is kérhetnek a diákok a szaktanároktól, tehát úgymond a differenciált oktatást is meg tudják valósítani, kinek felzárkóztatás, kinek tehetséggondozás a problémája. És végül a Redmentán keresztül számonkérési lehetőségük is van. Én úgy gondolom, és úgy látom, hogy a pedagógus társadalom remekül helytállt, gyorsan és jól reagált az új kihívásokra, és azt is tapasztalom, hogy ezzel a együtt munkálkodással a pedagógus és a szülő sokkal közelebb került egymáshoz, mint valaha. A közétkeztetés hogyan valósul meg a településükön? A közétkeztetés nálunk az önkormányzati fenntartású konyhánkon keresztül valósul meg. 300 adagos a konyhánk, ebből a étkeztetés az 50 férőhelyes idősek otthonára biztosítjuk. Helyileg is ott van azonos épületben ez a konyha. 83 idős lakos étkezik a településen. Szociális ellátórendszer keretében kapják meg az ebédjüket. Jelenleg 62 iskolás él az étkeztetés, vagy szülei kérték a háromszori étkeztetést. Gyermekük részében az óvodában 28 gyermek, és a településről olyan 20-an veszik igényben a vendégétkeztetést. Körülbelül 250 főre főzünk. Azért nem 300, mert vannak olyan szülők, akik azt mondták, hogy ha már otthon vannak, együtt dolgoznak, tanulnak, gyerekükkel belefér az, hogy főznek, tehát a 120 gyerek helyett most 62-en igénylik. Ebben van középfokú intézménybe járó diák is, akinek szülei kérték, más település középfokú intézményeibe járnak, de igénylik. Házhoz szállítjuk Újszentgyörgyre az ebédet a gyermekeknek, az önkormányzat megvette az ételordókat azok számára, akik plusz ételordót nem hoztak, hogy a fertőtlenítés, ami konyhánkon történjen, természetesen az időseknek, mint mondtam, kivittük. Az óvodában 3-4 gyermek van, nálunk az óvoda nem zárt be az első percektől kezdve sem, ugyanis 3 szülő olyan munkakörben dolgozik, amely a település működtetéséhez munkakör elengedhetetlenül szükséges, és a gyermek nem tudta hol elhelyezni. Az iskolában eleinte nem volt gyermekfelügyelet, de ma már 2 szülő gyermekére ők is felügyelnek, mert egy olyan szülőről van szó többek között, aki gyesül jött vissza, munkanélküli segélyre sem jogosult, ezért gyermeke és egyedülálló felügyeletet biztosítani kell a gyermekeinek, és ezt az iskola készség el fogadja ezeket a gyerekeket. Az óvodás és iskolás gyerekek részére 12 és 1 óra között adjuk az ételt a gyermek étkezőben. A település ebben a nagyon nehéz helyzetben hogyan fogott össze, hogyan tudják egymást segíteni? Tisza Szent Imrén az emberek mindig össze tudtak fogni, és közösen, egy közös célért igazán jól szervezetten tudnak együtt dolgozni. Ez most is így van. A legelső dolog az volt, hogy a házi orvossal vettem fel a kapcsolatot 13-a, 14-15, ez hétvége volt, de már akkor napi szinten házi orvossal, intézmények vezetőivel vettem fel a kapcsolatot. A házi orvos segítségét abban kértem, hogy azokról a betegekről, akik nem a szociális ellátórendszerben vannak, hanem azon kívül vannak, valamint krónikus betegek, mozgáskorlátozottak,
bár kis település vagyunk, és úgy gondoljuk, egy 2000 lakos településen is ismerjük egymást, mégis fontos volt, hogy a látószögünkből senki ne maradjon ki. A házi orvossal ezt térképeztük fel, ő segített ebben. Nálunk a Tisza Szent Imrén a szociális ellátórendszert és az 50 férőhelyesség idősek otthonát a református egyházközség működteti kiválóan. Ők körülbelül 130 idős emberről gondoskodnak, házi betegápolás, ebéd kihordás, amit már említettem. Ezen túl az önkormányzat közel 50 idős emberről gondoskodik, a tanyagondnok, illetve az önkormányzat két gépjárművezetőjének a közreműködésével heti egy alkalommal bevásárolnak, és gyógyszert váltanak ki számukra. Meg kell említsem az önkénteseket Tisza Szent Imrén. Talán elsőként Tisza Szent Imrén kezdtük el a maszkok varrását. Két család jelentkezett önkéntesen, hogy megvarják a maszkokat, hiszen hamar rájöttünk, hogy nem lehet már beszerezni. Az önkormányzat beszerezte azt a pamut anyagot, galapgumit, amivel el tudták készíteni ezek az önkéntesek. Először azok részére a szájmaszkokat, akik az első vonalban dolgoztak, így az idősek otthona dolgozói, a szociális ellátórendszerben dolgozók, majd a kereskedelemben, a takarékszövetkezetben, az önkormányzatnál, az önkormányzati konyha, pedagógusok, és utána pedig minden lakos számára azt, aki igényelte, mert volt, aki be tudta szerezni. Ez mosható, gőzölő, vasalóval fertőtleníthető. Úgy gondoljuk, hogy a semminél mindenképpen jobb. Így módon próbáltuk biztosítani a lakosok számára a maszkokat, fertőtlenítő eszközöket. Önkéntesek, a kereskedelemben dolgozók ugyanúgy helytállnak, mint az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, vagy éppen a pedagógusok. Annyival tesznek többet egy picit a munkájukhoz, hogy amikor ők a 8 órán túl vannak, elmondták, hogy műszak után idős emberek telefonon rendelik meg, hogy mire lenne szükségük, és ők műszak után még kiviszik számukra. Meg kell említsem a vállalkozókat. Nincsenek a települések azonos helyzetben, ugyanúgy, mint a családok sem. Nem azonos az anyagi helyzetünk, a lehetőségünk. Tisza Szent Imre egy kis település, itt nincsenek nagy tőkerős vállalkozások. Mégis megkeresett a két legerősebb, legtöbbet foglalkoztató termelőüzem vezetője, aki egy KFT, és közölte, hogy pénzzel nem tudnak segíteni. 80 dolgozójuk van, tavaly a pestis, sertéspestis miatt kerültek nehéz helyzetben, most pedig a koronavírus járvány miatt. Tudom a problémáikat, mert mi is vállalkozunk, nekünk is van egy 100 darabos sertésfarmunk, a szója ára például már 30%-kal emelkedett, mert nem lehet kapni. Ne késik a szója, nem érkezik a szója, külföldről jön, tehát úgy halmozódnak a problémái, hogy nem tud nekünk anyagiakban segíteni, hogy egy csomagot tudjunk osztani, de egyet ígér, hogy a munkahelyeket megtartja, és a 70 közel 75-80 dolgozóját meg fogja tartani, hogy a munkahelyük meglegyen, hogy biztos jövedelmet kapjanak. Nos, nekünk úgy gondolom, hogy ez is nagy segítség. A másik, tegnap előtt beszéltem, a legnagyobb építőipari vállalkozása van egyik Tisza Szent Imreinek, és ő mondja, hogy késnek az építőanyagok, nem látja még előre, hogy hogyan lesz a jövő, de ő sem
sem fogja a dolgozóit elküldeni, küzd, hogy megtartsa őket. Nos, ez is nagy segítség. Szoktam mondani, hogy Tisza Szent Imrén a legnagyobb vállalkozó, ezt idézőjelben mondom, bár tényleg vállalkozunk is, a legnagyobb vállalkozó az önkormányzat, ugyanis mi foglalkoztatjuk a legtöbb embert Tisza Szent Imrén, és a legtöbbet is nekünk kell adni. Mit tudunk mi adni ebbe a nehéz helyzetben az embereknek? Sajnos a szociális keretünk, ha először így kimondom, hogy 17.829.000 forint, ez sok. De ebből rögtön lejön 12 millió forint lakásfenntartásra, köztemetés, temetési segélyre, tanyakondoki szolgáltatás, támogatással nem fedezett kiadásaira. Maradt 4 millió forintunk rendkívüli települési támogatásra. Tehát ha valaki bajban van, 4 millió forintunk van erre. Nos, az első intézkedés szerintem Tisza Szent Imrén történt, amikor a képviselőtársaim, mert nagyon úgy gondolom, hogy szociálisan érzékenyek a képviselőtestület tagjai is, ők maguktól javasolták, hogy erre az időszakra, míg a testület, a bizottságok nem üléseznek, csoportosítsuk át az ő tiszteletdíjukat, ami szerény. Egy hónapban mindössze 150 ezer forint ez az összeg, de csoportosítsuk át erre a rendkívüli települési támogatásra. Nos, megtettem. Nálunk nincsenek adóbevételek. Ez is egy speciális helyzet Tisza Szent Imrén. Itt a lakosság semmiféle adót nem fizet, nincs kommunális adó, telekadó, idegenforgalmi adó. Nincs, mert úgy gondolta ez a képviselő testület, hogy hát nem egy, hogy is mondjam, anyagilag olyan túl jól állnának itt az emberek. Most viszont abba a helyzetbe kerültünk, hogy nem nagyon tudunk honnan átcsoportosítani. Marad még egyetlen forrásunk. Olyan pályázatokra hagytunk néhány millió forintot, amihez önerő kellett volna, a belügyminisztérium pályázataihoz kellett volna önerő. Utakra szerettünk volna pályázni, és ezt az önerőt csoportosítottuk át a rendkívüli települési támogatásra. Az elején azzal kezdtem, hogy három feladatot tűztünk ki célul. A információ áramlást, az emberekről való gondoskodást és a biztonságérzetet. Bármelyik képviselőtársam és én is elérhető vagyok a bármelyik napszakban. Itt valamennyien dolgozunk, a hivatal minden dolgozója itt van. A munka folyik, be kell csöngetni. Hozzám még becsengetni se kell, a telefonszámaim nyilvánosak, utcán megállítható vagyok, ha munkába jövök, 2 méter távolságra, szigorúan betartom és maszkban. Azt szeretnénk, hogy az emberek azt érezzék, ha baj van, nincsenek egyedül. Önök is egy szomorú hír kapcsán láttam a televízióban, a Karcak televízióban is, hogy hírül adták, hogy egy Tisza Szent Imrei családnak a háza leégett a húsvétkor a Bajcsi úton. Nos, úgy gondolom, hogy egy órán belül, amikor megkeresett engem Vegyes Anna Mária, az érintett ingatlannak a tulajdonosa, egy órán belül már megkapták az ifjúsági szálláshelynek a kulcsát. Megkértem a képviselőtársamat, akinek a felesége egy üzletet működtet, egy vegyes kereskedést, hogy legyen szíves húsvét napján is kinyitni. Mind a két nap kinyitotta, és az önkormányzat azonnali segéllyel bevásárolhatott az önkormányzat segítségével, hiszen mindenük odaégett, ennivalójuk nem maradt, semmiük nem maradt, tisztítószereket, élelmiszereket vásárolhattak. És nem csak az önkormányzat, hanem számtalan Tisza Szent Imrei étellel, süteménnyel, ruhái kimosásával segített. Tehát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb ebben a helyzetben, hogy mindenki azt érezze, ha baj van, van hova fordulni, mert itt vagyunk, és azért vagyunk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Úgy gondolom, ez elég erőt jelent ebben a nehéz helyzetben.
A veszélyhelyzetben milyen a kapcsolattartás a térség országgyűlési képviselőjével, Efkovács Sándorral és a megyei közgyűlés elnökével, Huba Imrével? Én úgy gondolom, és mindig is úgy gondoltam, hogy egy problémát helybe kell megoldani. Mindenkinek, képviselő úrnak térségi, országos feladatai vannak, és nem kevesek. Elnök úrnak egy megyei szinten kell helytállnia. Online, telefonon él a kapcsolatunk, e-mailen, Facebookon, bármikor elérhetőek. Ez számomra is biztonságérzetet ad, de változatlanul úgy érzem, hogy az én dolgom, hogy itt helyben oldjam meg a problémát. Viszont óriási erőt, segítséget jelent, ha baj van, bármikor hívhatom, és kereshetem mind elnök urat, mind képviselő urat, és ez meg is történt, ha azonnal nem tudnak válaszolni, aznap folyamán biztos vagyok benne, hogy visszahívnak engem, ez meg nekem is bizalmat, biztonságérzetet ad. Polgármester asszony, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget, vigyázzanak magukra, vigyázzanak családtagjaikra, embertársaikra, és kérem, maradjanak otthon. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!